Az Európai Bizottság létrehozott egy alternatív online vitarendezési fórumot, amely február 15-től már itthon is elérhető. Az ehhez készült weboldalon minden olyan fogyasztó, aki online rendelt árut vagy szolgáltatást, és problémája merült fel a vásárlással kapcsolatban, megoldást kaphat a vitás ügyeire. Egyrészt, lehetőség van arra, hogy magyarországi online kereskedővel szemben magyarországi fogyasztó fordul ehhez a vitarendezési lehetőséghez. Másrészt a határon átnyúló vitarendezésre is lehetőség van. Ha országon belüli mindkét fél, akkor a megyei békeltető testületek beregisztrálva vannak ebben a platformra is, így ők azok, akik ebben az ügyben eljárhatnak. Viszont ha a határon átnyúló a jogvita, abban az esetben a budapesti békeltető testület az, aki kizárólagosan hatáskörrel rendelkezik ennek az eldöntésére. Az új vitarendezési platform magyar nyelven is elérhető, hiszen az Európai Unió minden tagállamának nyelve hivatalos nyelv, mondta el az elnök. Hozzátette, az ügyintézés regisztrációhoz kötött, ami várhatóan nem okoz majd gondot az online vásárlóknak amennyiben mégsem boldogulna, abban az esetben minden országban van egy nemzeti kapcsolattartó pont, amelyet online és telefonon is el tud érni, tehát itt tud segítséget kérni magához a honlapnak a használatához, illetve arra vonatkozóan, hogy az ő panasza egyáltalán a hatáskörébe tartozik -e ennek a vitarendezési platformnak. Korábban az országon belüli online vásárlások a megyei béketető testületekhez tartoztak, a határon túli vitarendezést az Európai Fogyasztóvédelmi Központ végezte.